Sziasztok! Ebben a mai videóban Call of Duty Warzone-ról fogok beszélni, bemutatom nektek az egész játékot, hogy miről is van szó, miért van ekkora hype körülötte, és hát ha megtetszik a játék, mindenki ki tudja próbálni, mert ingyenes minden platformon. Lehet, hogy a csatornán pár Warzone-os videó meg fog jelenni, ez nem azt jelenti, hogy Fortnite-os videó nem lesz, csupán ezzel a játékkal is szeretnék foglalkozni, ugyanis a napokban csak ezzel játszottam, a Fortnite-ba egyáltalán ebbe se léptem mostanában, hát ez van. Szerintem meg lehet oldani, hogy mind a két játékról legyen videó, ugye a videó címében lehet egyből látni, hogy egy Warzone-os videó lesz-e vagy Fortnite-os, szóval szerintem ebből majd csak nem lesz nagy gond. Esetleg abban is bízok, hogy aki eddig nem is játszott a Warzone-nal és talán az én videómnak hála megtetszik neki, az ingyen ki tudja próbálni PC-n, Xboxon és PlayStation-ön egyaránt. Fontos tudni, hogy több mint egy hónapja megvan nekem maga az egész játék, én megvettem, szóval megvan nekem a multiplayer kampány és a co-op része is. Szóval még a Warzone hype előtt játszottam ezzel a játékkal. Viszont ebben a videóban csak a Warzone-ról lesz szó, megmutatom nektek, hogy milyen is ez a játék. Gondolom mindenki tudja, hogy a Warzone egy Battle Royale játék, ugye van egy nagy pálya, amin kiugrunk ugye repülőből, és hát öljük egymást, és az első nyer. Egyenlőre csak szólóban és trióban tudunk játszani hárman, de ugye van itt is no-fill és fill funkció. Van egy plunder nevezetű játékmód is, amiben pénzt kell gyűjteni, kicsikét Team Rumble beütése van, de erről majd később beszélek. A többi BR játékkal ellentétben itt loadoutokat tudunk létrehozni, amiben saját készítésű fegyvereket össze tudunk állítani. A loadout nagyon fontos a játékban, hiszen saját készítésű fegyverrel csak könnyebb ugye alkalmazkodni, mint egy random talált fegyverrel. Egy adott fegyveren rengeteg mindent lehet állítani, ugye a távcsövét, a markolatát, a magát a fegyvernek a csövét, a tárát, meg mindent. Persze szintlépéssel lehet csak ezeket feloldani. A fegyvereket tudjuk csicsázni is, például a matricákkal, festésekkel, vagy ilyen kis kulcstartókkal. A játékban nagyon fontosak még a perkek, hiszen csak loadouttal lehet Warzone-ban perket beállítani, szóval ha nincs loadoutunk, akkor nincs perkünk. Egy loadoutra csak 3 perket lehet állítani, minden perk más képességet ad. Rengetegféle közül lehet választani, van olyan, amivel az ellenség lábnyomait látjuk, valamelyik a radar nem lát minket, vagy esetleg 2 elsődleges fegyvert tudunk magunkkal vinni. És persze nem maradhat le a gránát és a taktikai eszköz. Ejtenék pár szót az operátorokról is. Itt nem úgy van, hogy több százféle skin van, hanem egy adott operátorra többféle skin. Jelenleg 23 operátor van, és mindegyikre van azért elég jócskán skin. Sajna ingyen nem tudunk operátor skinhez jutni, ha csak nincs battle passünk, vagy esetleg nem vásárolunk a store-ból. És most jöjjenek a challenge-ek. Ugye itt is vannak challenge-ek, különböző kihívások. Jelenleg multiplayerben és Warzone-ban külön vannak a challenge-ek, ez fontos, mivel akinek csak a Warzone van meg ingyenesen, ugye az multiplayer challenge-eket nem tud csinálni. Minden challenge-re kapunk egy kis jutalmat, például egy kis névjegykártyát, egy kis graffitit, viszont fontos, hogy úgy kell aktiválni a challenge-eket, szóval egy meccsben egy aktivált challenge-et tudunk csinálni. És ha az adott challenge listát végigcsináljuk, azért elég jó jutalmakat lehet kapni, például fegyverszkineket, vagyis fegyvertervrajzokat. Itt is vannak napi challenge-ek, ugye minden nap 7 órakor megváltoznak a challenge-ek, és általában minden harmadik challenge-nél van egy kis jutalom, egy névjegykártya, egy kis fegyver, egy kis kulcstartó, úgyhogy valami kis apróságot minden nap tudunk szerezni. És természetesen itt is vannak heti challenge-ek, rengeteg mindent lehet csinálni, az a jó ezekben, hogy ezeket nem kell aktiválni, szóval ezeket bármikor meg lehet csinálni, akár többet is egyszerre. És igen, ebben a játékban is van Battle Pass, körülbelül ugyanúgy működik, mint a többinél, hogy van egy ilyen ingyenes része, van fizetős része, az ára is körülbelül ugyanannyi, mint a többi játékban a Battle Pass, szóval nagy meglepetés itt sincs. Viszont itt annyit kiemelnék, hogy az ingyenes része egész korrekt, elég jó dolgokat lehet szerezni ingyen, szóval érdemes azért játszani. És persze itt is van store, ahol skineket tudunk venni, különböző bundle csomagokat, amiben vannak skinek, fegyverek, kulcstartók, meg mi egymás. Így a végére megemlíteném még a seasoni challenge-eket is, minden szintlépésnél kapunk egy új challenge-et, annyi fontos, hogy 55-ös szint után kapunk ilyeneket. Szóval egyébként 155-ös a maxos szint, Ha elérjük ezt a szintet, akkor kapunk ingyen egy Legendary Snipert ebben a seasonben, szóval érdemes fejlődni. Minden 10. challenge teljesítésével egy seasoni emblémát kapunk, és folyamatosan tudjuk fejleszteni az emblémát. Fontos az is, hogy minden seasonben törlődik a szintünk, szóval visszaugrik mindenki 55-ös szintre, és ugye egy 100-ast fejlődnünk kell minden seasonben. Na de most már annyit beszéltem itt a menüről meg a funkciókról, nézzünk egy kis játékmenetet is. Minden meccs elején van egy kis várakozási idő, amíg mindenki betölt, mindenki belép, addig tudunk gyakorolni a fegyverekkel. Érdemes tudni, hogy ebben a játékban 150 játékos ütközik meg egymással, és hatalmas a pálya. Még mielőtt kiugrunk a repülőből, már akkor látjuk az első kört, hogy merre szűkül, szóval azzal nem lesz gondunk, hogy körülbelül merre is menjünk. Érdemes olyan helyre ugrani, ahol több kontrakt megtalálható. Ugye a kontraktok ezek egy ilyen újdonságok, itt háromféle kontraktot lehet megcsinálni. Ezek olyan küldetések, amiket ha teljesítünk, rengetegféle loot üti a markunkat. Először is van a scavenger, aminek egy nagyító az ikonja. A három közül szerintem ez a legjobb, ugyanis csak annyi a dolgunk, hogy 3 ládát kinyitunk, amit a térképen jelez nekünk. Mind a 3 láda dob ugye fegyvert, pénzt, illetve ha megcsináljuk mind a 3 ládát kinyitjuk, akkor még több pénzt fogunk kapni. A második a Rikon, ennek az ikonja egy zászló. Itt csupán annyi a dolgunk, hogy valamiféle jeladót kell megvédenünk egy időn belül, és ha ez sikerül, akkor látni fogjuk a következő kör szűkülését, illetve rengeteg lootot dob. De vigyázzunk, ugyanis ha elkezdjük védeni, akkor az égre egy ilyen tűzjelzőt dob fel, szóval az ellenségek látni fogják, hogy mi ott védünk. A harmadik pedig a bounty, vagyis a fejvadászat. A nevében is benne van, annyi a dolgunk, hogy egy közeli játékos kijelöl a játék, és le kell vadásznunk pénzért. Viszont ha nem akarunk harcolni, akkor is érdemes lehet felvenni, ugyanis a térképen jelezni fogja nekünk a közeli ellenséget, szóval tudjuk, hogy merre ne menjünk. Viszont ha lejár az idő és nem iktattuk ki az ellenséget, akkor a jutalmat az ellenség fogja kapni, mert ugye nem öltük meg, így hát övé a jutalom. Az is fontos, hogy az ellenség is látja, hogy ugye célkeresztben van, szóval fel tud készülni a csatára. Viszont ha ilyet láttok, akkor szerintem meg se próbáljátok. Térjünk vissza a játékban. Itt is van Squad Leader, mint az Apex-ben, viszont annyi a különbség, hogy automatikusan nem fogja a csapattársadat is kidobni a repülőből, ha kiugrasz, hanem akkor ugranak ki, amikor akarnak. Az elején minden játékosnál egy darab pisztoly van, illetve 2 armor plate. A landolás után érdemes itt is egyből fegyverládát találni, viszont ha nagy harcosok vagytok, akkor pisztollyal is lehet darálni. A fegyverritkaságok itt is ugyanolyanok, hogy van ugye fehér, lila, kék vagy legendary. Enemy team is tracking your position. Azt még az előbb nem mondtam el, hogy ernyőzés közben ugye el tudjuk dobni az ernyőt, és pisztollyal tudunk közben lövöldözni. Aki ügyesen lő, még leszállás közben is tud killeket szerezni. A játékban az életerőnk mindig visszatöltődik automatikusan, kivéve a páncél. 3 darab páncél tudunk magunkra felhúzni, illetve 5-öt tudunk magunkkal cipelni. A páncél nagyon fontos, ugyanis akár egy sniper lövést vagy egy RPG lövést is ki tud védeni. Lootolás közben különböző képességeket is tudunk találni, ilyen például a Dead Silence vagy a Trophy System. A Trophy System például az arra jó, hogy ugye ha RPG-vel vagy gránátot bedobnak a házba, akkor az automatikusan blokkolja. A Dead Silence-el pedig gyorsan tudunk szaladni észrevétlenül, ugyanis nem fogják hallani, hogy futunk. Közlekedés szempontjából is elég jó a játék, ugyanis ernyőzni bármikor le tudunk a háztetőkről, illetve elég sok jármű megtalálható. Van helikopter, quad, kiskocsi, vagy esetleg egy ilyen kis harckocsi. Itt mondtam, a játékban lehet pénzt gyűjteni, de vajon ez a pénz mire is jó? Különböző helyeken lehet vásárolni. Ezeknél az állomásoknál lehet venni killstrikeket, ugye egy ilyen különböző airstrike-ok, gázmaszkot, ugye armor plate-eket, vagy esetleg a csapattársunkat is fel tudjuk éleszteni $4500-ért. sőt, akár UAV-t is tudunk vásárolni, amivel a közelünkben lévő ellenségeket felfedi a térkép. Kivéve persze, ha használnak ghost perket. A játék egyik nagy hibája, hogy nem lehet droppolni fegyvert, csak pénzt, armort és lőszert. Szóval az inventory rendszer ennyiből kifut. Azt nem tudom sajnos, hogy ezt javítani fogják el, mert azért kicsikét frusztráló, hogy ugye felülesztjük a csapattársunkat, egy darab pisztollyal leszáll, és nem tudunk neki fegyvert adni. A ping rendszer itt egész jól működik, például ha be tudunk spotolni egy ellenséget, akkor egy időn belül folyamatosan jelzi az ellenség, hogy merre szalad, szóval majdnem, hogy a falon átlátjuk. És mi a helyzet, ha meghalunk? Mint mondtam, ugye fel lehet éledni, viszont van egy vadonatúj funkció, ami semmilyen játékban nincs, az pedig nem más, mint a kulag. Ez a Warzone börtöne, minden halálunkkor ide dob ki a játék, ez egy amolyanféle aréna. Ebben az arénában 1v1-eznünk kell random fegyverrel egy másik elbukott játékossal, és ha megnyerjük, akkor ingyen újra tudunk éledni. Egy adott meccsen csak egyszer tudunk ide eljutni, szóval ha másodjára se jön össze, akkor véglegesen meghalunk. Bár ez relatív, hogy véglegesen meghalunk, ugyanis ha gulag se jön össze, és ugye kiesünk a játékból, a csapattársaim még mindig meg tudnak minket vásárolni, mint mondtam, 4500 dollárért. Ebben a játékban ezt szeretem, hogy ha valami nem sikerül esetleg másodjára se, akkor se kell kirégyelni, ugyanis a csapattársaink fel tudnak éleszteni, hogyha esetleg szólózunk, akkor ott van a gulag, és ugye újra tudunk életni, van második esélyünk. És így a videó vége felé megemlíteném a pénzgyűjtögetős játékmódot is, ami igazából tényleg ilyen Team Rumble challenge-ezős, úgymond játékmód, ugyanis itt bármikor újra tudunk éledni, és alapból nem pisztollyal kezdünk, hanem az összeállított loadoutunkkal. Szóval ebben a játékmódban könnyen tudunk challenge-eket teljesíteni, esetleg fegyvereket fejleszteni, vagy csak gyakorolni. Ez a játékmód egyébként arról szól, hogy minél több pénzt gyűjtsünk, amíg le nem jár az idő, és ugye azt nyer, akinek a legtöbb pénze van. Viszont ugye a pénzt el tudjuk bukni, ha meghalunk, akkor az ellenség fel tudja venni, ezért ugye vannak különböző ilyen kis lufik, amin ugye a pénzt fel lehet lőni, vagy esetleg helikopterekkel el lehet küldeni a pénzt fel az égbe. Ekkor nem kell aggódnunk, ha meghalunk, ugyanis a pénz nincs már nálunk, hanem már el lett küldve, szóval az a pénz fix. Hát röviden, tömören ennyi lenne a Warzone-ról az információ. Ugye rengeteg mindenről lehetne még beszélni a játékban, mert rengeteg minden van benne, de hát lényegében ennyi. Őszintén nem tudom, mennyi Warzone videó lesz majd a YouTube csatornán, én szeretem a játékot, én játszom is, az, hogy mennyi videót fogok belőle csinálni, az majd azon fog kiderülni, hogy ezt a videót mennyien nézitek meg, hogy mennyire tetszik nektek. A játékról egyébként tényleg elég sok mindent lehetne beszélni, vannak ilyen teóriák, meg ilyen titkos bunkerek, amiket még senki nem tudott kinyitni, esetleg montázsokon is még gondolkoztam, hát majd kiderül. Minden esetre, ha tetszett a videó, akkor dobjatok lájkot és iratkoztok fel, ha még nem vagytok. Fortnite videó szerintem holnap vagy holnap után biztosan lesz, jött ma egy kisebb update, de nagyon sok mindent nem tartalmazok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, Ghost Rider voltam, sziasztok!